Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 26-án újra egy portál nap van. Most ebben a hónapban 10 portál nap így együtt van. És mit jelent ez a portál nap? Ez azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Ez egy finom energiamező, ennek mindig van gyógyító ereje, segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, vagy kilépjünk egy bizonyos helyzetből, ami eddig kellemetlen volt számunkra, vagy félelmeket idézett elő. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy pontosan miről van szó, milyen témákról, erről beszámolok ezen a felvételen. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Egy hullám mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. És ezen a portál napon a 6. hullámban vagyunk. Ez a 6. hullám eltart november 5-éig, utána majd indul a 7. hullám. Ebben a 6. hullámban átélünk egy átmeneti időszakot. Azon kívül itt a múltról is szó van, hogy lezárunk bizonyos témákat vagy kapcsolatokat. Az is lehet, hogy valaki gondol ránk, visszatér a múltból, és itt döntéseket fogunk hozni, hogy mi az, amit meg kell tartani a múltból, mert ezek szép emlékek vagy jó kapcsolatok, de sok mindent el is kell engedni. Ez a portál nap október 26-án, a második nap ebben a 6. hullámban, és ez jelenti a kapcsolatokat vagy szerződéseket. Ez lehet baráti kapcsolat, vagy valaki a családból, hogy felveszi veled újra a kapcsolatot, lehet egy szerelmi téma is, hogy valaki gondol rád a múltból, és visszatér hozzád. Itt nem csak kapcsolatokról lehet szó, hanem szerződésekről is, és a múltról. Lehet, hogy a múltban alá akartál írni egy szerződést, de nem sikerült, és most megvan erre a lehetőség. Ez lehet munkahelyi szerződés, ez lehet bérleti szerződés, ez lehet adásvételi szerződés is. De összefüggésben áll a múlttal. Ebben a maja naptárban, amiről naponta beszámolok a Facebook oldalamon, ez megtalálható Dendera Susanna Medici néven. Ebben a maja naptárban vannak naponta bizonyos szimbólumok. Ezen a portál napon, október 26-án Manik uralkodik. Manik lefordítva tulajdonképpen egy kék színű kezet jelent. De nem találtam megfelelő képet ehhez, viszont a kék színnek van egy jelentősége, utal a víz elemére, ezért választottam ezt a fotót, a kéz és a víz eleme megjelenik itt, és pontosan erről van szó, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat, hogy cselekedjünk. Vagy lehet, hogy valaki átnyújtja a kezét, és elfogadhatod ezt a segítséget, vagy te nyújtod a
te kezedet másoknak, hiszen te segítesz másoknak. És itt mindig a vízről van szó. Ez persze utalhat a környezetre is, hogy ott van egy patak, vagy egy tó, vagy egy folyó, de a víz eleme jelenti az érzelmeket, és hogy ezeknél a kapcsolatoknál, ezeknél a cselekvéseknél érzelmekről van szó. A munkahelyi változás van, és ott kell cselekedni, ott kellene egy szerződést aláírni, akkor a víz eleme nem szerelmi témákra utal, hanem arra, hogy hallgassunk a belső hangunkra, az intuíciónkra. Összefoglalnám, hogy mi történik ezen a portálnapon, vagy mire jó a szertartás. Ennek van gyógyító ereje. Segít valamit indítani a spirituális területen. A kéz jelenti a cselekvéseket. Itt ezeknél a kapcsolatoknál, szerződéseknél, cselekvéseknél a múltról is szó van, azon kívül az érzelmekről. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!